Szeptember 14-én kezdődik Szekszárd egyik legjobban várt, hagyományosan már több évtizede megrendezésre kerülő eseménye, a Szüreti Napok. Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója azt mondja, az elmúlt évek számos nehézséget hoztak, ezért idén rengeteg időt és energiát fektettek a rendezvénybe annak érdekében, hogy minél élvezetesebb legyen ez a 4 nap a látogatók számára. 4 napon át csütörtöktől vasárnapig Szekszárd a legszebb arcát fogja mutatni. Megvalósul minden olyan elem, ami ezt a rendezvényt az ország legkiválóbb fesztiváljai közé emelték hosszú évek munkája során. Újra a teljes pompájában kerül felállításra a Borudvar, mellett az Ízek utcája Béla Király téren, nagy színpad várja szintén a Béla Király téren a szórakozni vágyókat. A jelenleg a Tolnai Vármegyeszékhely központjában zajló zöldváros projekt miatt idén több változás lesz a Szüreti Napok helyszínét illetően. A Szüreti Napok egyik fesztivál helyszínét, konkrétan a Vidán Parkot és az étkeseket, árusokat egy másik helyszínre kellett áttelepítenünk, így megköszönve a városlakók türelmét és toleranciáját, még több közlekedési nehézséggel találkozhatunk ezekben a napokban. Az August Imre utcától a Skála áruházig több napon át a forgalom le lesz zárva, ugyanis erre a területre fognak kitelepülni az árusok, a Vidán Park és a sok-sok kiváló kézművesünk. Az útlezárások egyébként már szeptember 12-én kedden elkezdődnek. Először a Szentgáli Gyula utcától egészen a Szent László utcáig korlátozzák a forgalmat. A Béla Király téren is már hétfőn kezdődik a színpadépítés, kedden oda is érkeznek a boros pavilonok. Megpróbálunk a Béla Király tér és a Bezerédi utcában a maximális tekintettel lenni az ott közlekedőkre, ezért forgalom irányítási zajlik a közterületfelügyelő kollégák segítségével. Lesznek időszakok, amikor sajnos az építés miatt rövidebb, hosszabb időszakra nem lehet majd közlekedni, akkor terelőútvonal a Munkácsi utca, illetve a Szent László utca felé tudnak haladni, de nem lesz egész napos lezárás, úgyhogy a forgalom irányítók utasításait próbáljuk meg követni, betartani. A Szekszárdi Szüreti Napok tehát szeptember 14-e és 17-e között kerülnek megrendezésre. A 4 napos koncertekkel, folklor és gasztronómiai programokkal tarkított rendezvény sorozaton természetesen több mint 30 helyi és környékbeli borászat is képviselteti magát.